Két koronavírus fertőzöttet találtak a Pécsi Tudományegyetem gólyatáborában. Az ATV híradója úgy tudja, hogy a sikondai gólyatábort délelőtt bezárták. A táborban nagyjából 200-an voltak, őket buszokkal vitték el Sikondáról. Legutóbb a Szent István Egyetem szarvasi gólyatáborában találtak 5 fertőzöttet. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megkeresésünkre azt írta, a szabályok betartásával továbbra is megrendezhetőek a gólyatáborok, de folyamatosan figyelik a járványügyi helyzetet. Bulizó diákok 2 évvel ezelőtt a Pécsi Tudományegyetem sikondai gólyatáborában. Idén szigorú járványügyi szabályokat vezettek be, azonban mint híradó megtudta, 2 részvevőről kiderült, hogy koronavírusos. Őket a Pécsi Klinika elkülönített részlegére szállították, miután tesztjük pozitív lett. Úgy tudjuk, 200-an voltak a sikondai gólyatáborban. Ez pedig a Semmelweis Egyetem idei gólyatábora. Itt volt olyan program, amikor a diákok még a szabadban is maszkban voltak. A szervezők szerint minden gólyatábort a legnagyobb körültekintéssel és a járványügyi szabályok szigorú betartásával szerveztek meg. Több gólyatábornak az időtartama az rövidült a biztonság érdekében, illetve több olyan egyetem is van, aki mondjuk 2 vagy 3 turnusba tartja meg az idejében a gólyatáborát annak érdekében, hogy minél kevesebb hallgató legyen egyszerre egy helyen. Legutóbb a Szent István Egyetem szarvasi gólyatáborában találtak 5 koronavírusos résztvevőt, ezután be is jelentették, hogy a további gólyatáborokat nem rendezik meg. Több egyetem, így a debreceni még szeptember első napjaira is szervez gólyatábort. Megkérdeztük a szaktárcát, hogy a megszaporodott esetek miatt korlátozzák-e az ilyen táborok megrendezését. Válaszukból az derült ki, hogy nem. Mint írták, a gólyatáborokban be kell tartani az ajánlott távolságot, maszkot kell hordani és rendszeresen kell fertőtleníteni. Hozzátették, hogy a járványügyi helyzet változásával folyamatosan felülvizsgálják a helyzetet. Rendkívül meredeken emelkedik. Kásler Miklós közben még délelőtt arról beszélt, hogy Magyarország környezete is súlyosan fertőzött. Az ATV kérdésére azt mondta, nem zárható ki, hogy az emelkedés Magyarországon is felgyorsul. Ebben az esetben, mivel változatlanul nincs egészen pontos diagnosztika, nincs a betegségnek terápiája, és nincs oltás. Egyetlen egy lehetőség van járványügyi intézkedéseket hozni, amit a kormány meg fog hozni. A miniszter szerint a korlátozások rugalmas alkalmazására azért lehet szükség, mert a világban rendkívül gyorsan terjed a járvány.